jó. Ilyen vakarógép. Egyébként ez most nem véletlenül történik. Mint ahogy, de hogy ez se. Bele van írva, hogy no boot. Egyébként elindul, csak volt egy pár memóriahiba, és amikor memóriahiba van, nem indul el. Nem csak az a baj. Hanem, hogyha memóriahiba miatt nem indul el, akkor a frissen föltelepített rendszert, amit megcsináltam, teljesen tönkre teszi. Tehát utána már egy jó gépben sem fog működni rendesen. A nagymester javaslatára egy írásvédett objektumot töltünk be, semmi más nincs bekötve, csak a vakarógép, amiben most van egy DVD valami ilyesmi formában, ez bele van téve, és hogyha a telepítő lemezt beolvassa, ami egy komplett rendszer, akkor a rendszer megbízható. Hogyha nem olvassa be, hanem menet közben memória hibával kiszakad, kiáll, megáll, akkor át kell vizsgálnom az egészet. Most én ezt nem tudtam eddig. És egy csomószor tök fölöslegesen újra kellett telepítenem mindent. Úgyhogy most éppen ott tartunk, hogy az úgynevezett nem bootoló eszközök, mint például ez is, hibátlanul működnek. Annyi volt a gáz, hogy memóriát kellett benne cserélni, meg kellett nézni, hogy az adott alaplap, ugye például ez így adott, tehát mennyi memóriát támogat úgy összesen? Mert ha túl sok memóriát teszel bele, akkor A. nem fogja látni az összeset, ami tök fölösleges, vagy B. azt írja, hogy látja, de hibásan fog működni, tehát tök jó. Úgyhogy hazugság az egész. Természetesen elindult, úgyhogy tök jó. Amit éppen most látunk, ez egy 2.8-as Celeron, tehát nem egészen 2 GHz-es Celeron. Nem megy az egér. Egyébként, ha bedugnám, akkor működne. Valószínűleg, gyorsan be is tudok. Stand by. Mindjárt bedugjuk. Az a lényeg, hogy itt mindennek működnie kell. A telepítő rendszer egy komplett rendszer. Tehát, hogy ennek bármilyen rég. És bedugtam az egeret, és keresi hozzá a driver. Elvileg jó. Már működik is. Na szóval, hogyha itt minden rendszer teljesen hibátlanul működik, mint ebben a példában. Jó, kicsit lassú, mert ugye DVD-ről olvas, vagy CD-ről, mindig. Tehát, hogyha minden rendszer tök jól működik, akkor kész van az alaplap, memória, processzor, set. Ez egy olyan alaplap, amiben van integrálva a videókártya, tehát nagyon nem kell azzal sem foglalkozni. De mire erre rájöttem, meg a nagymesterrel kellett beszélnem hozzá, hogy ha föltelepítek egy komplett rendszert, és kész van a munka, beteszem egy gépbe, és ott nem megy. És az első mondatot felett, akkor rossz a memória. Hát de, és ilyenkor mi van? Hát semmi. Nézd meg a memóriát, de a módszer nem jó. És addig beszélgettünk, amíg azt mondta a nagymester, hogy igen. DVD-t indítsa, ő live DVD-t javasol, de végül is ez is az. Egy telepítő lemez. Hoztam többfélét, mert ugye vannak erősebb gépek, meg nagyon nem nagyon erős gépek, vagy lassúak. És azoknak hoztam ilyet, hogy 13-as mint. Jó régi. Szokálla van kender, mint a télapónak. De olyan öreg. De tudod mit? Viszont működik. Úgyhogy 42%-ot esszük éppen a memóriából. Nyam, nyam, nyam. Ez az a hang egyébként, ez ahogy eszi a memória. És van benne egy 512-es, meg egy 256-os, mert hogyha beteszek két darab 512-est, akkor a BIOS-ig nem jut el, tehát nem áll föl a rendszer. Pedig mind a két memóriát kipipáltam, tehát hibátlanul működik. Tehát ez a csávó annyit tud, hogy egy 512, meg egy 256, aztán ha kicserélem, akkor se jó, ha két darab 256, aztán kevés, tehát ez ennyit tud, ennyi. Nem lehet túl nagyot beletenni, túl erőset. Mondok még egy példát. Hiába van rajta a megfelelő sín, a sínnek megfelelő eszközt nem lehet beletenni. Tök jó példa, figyeld.
Úgy hívják ezt a srácot, hogy MS-7095, P4MV2, mit tudom én, elvileg ezt látjátok, gondolom, N96, gondolom MSI alaplap, azt annyira nem látszik. Na, keresők, az internetes keresőkkel, ugye nem a Google-vel, hanem másikkal, internetes keresőkkel ezt elvileg hamar ki lehetne deríteni. Viás, chipsetű deszkáról beszélünk. Na, amit igazán mutatni akartam, az ez a sín itt. Ezt úgy hívják, hogy a hátsó vágású AGP. A hátsó vágású AGP itt egy nagyon jó kis példa. Ja, így nem értitek. Így néz ki. Ez egy első hátsó vágású, tehát mind a két vágás benne van. AGP kártya, ez egy GEF 4. MX440, hát mondjuk így a sínben nem túlzottan a leggyorsabb eszköz, nem ez a lényeg, hanem ezt ő látja. Na figyeld, belerugok itt mindenbe. Akkor nézzük egy ilyet. Ez, mindjárt csak meg kell forgatnom. Ez, ezt majd így fölül megfogom, így, így abban látjátok, ugye? Ez egy hátsó vágású videokártya, ez egy ATI Radeon R96-os valami hát valami katasztrófa, jó? 256 megás, de a sebességét hát a Super Mario és a Doom 1 Quake 1 között tudnám valahol belőni, nem valami rakéta, de hátsó vágású, és ez fontos, memória meg a áramellátás szempontjában egy nagyobb állat. Mindjárt csak ezt is meg kell fognom szépen. Na, ő is egy hátsó vágású videokártya. Ezt úgy hívják, hogy az X800 GTO, ezt a C-Source meg a C-Go simán viszi. Jó, nem fullon meg ultrán, de haver, annyi erő van benne, mint egy Mustangban. Nagyon erős cucc. De az a poén, hogy ezt nem tudom oda betenni. De tudnám, mert ugye, mint láttuk, hátsó vágású az AGP, a sima van, ez egy hátsó vágású AGP, de olyan erős ez az állat, hogy olyan számítógép kell hozzá, ami annak kb. 6-8-orosa. Még nincs vége. Itt van a legnagyobb a hisz. Ez a legnagyobb. Ez, amit itt láttok, a hátsó vágású AGP-knek az egyik legerősebb kártyája. Ezt úgy hívják, hogy X1950 Pro. Hát ez a source-os játékok fölött is bőven teljesít. C-source, meg dot-source, minden source, és Half-Life 2 epizód 2, meg mit tudom én is, még a fölött is, két monitor, meg videóim. Közben jött egy fölösleges hívás. Úgyhogy ez a pálya. Ez olyan erős cucc, hogy ebbe be sem tudom tenni. Tehát nehogy bedőljetek ennek a dumának, hogy van az én alaplapomon egy ilyen sín, akkor megy benne minden, ami abban a sínben való. Hát menni megy, csak nem érsz vele semmit, mert nem tudod kihajtani vele. Nem tudod. Ez meg így elégez. Na, azt akartam mondani, hogy működik, ugye szépen leállítjuk, de mivel CD-s bútolásról van szó, így a tápkapcsolóval lekapcsoljuk, benne marad ugyan a lemez, de azt már tudjuk, hogy jó. És hogyha tudjuk, hogy jó, akkor innentől kezdve már betölthet rendszert, stb. És ez tök jó, ma be lehet tenni egy üres házba, stb. És ez tök jó. És nem az van, hogy rá kell tennem a no boot-os matricát, hanem tök jó, csak rossz volt a memória. Na, szóval, ez a következő műhely, hello Stoke, én vagyok a farkas, de filek egész eddig láttatok, meg ha nagy szerencsém van, akkor továbbiakban is fogtok látni. Na, ez a műhely videó, ez most arról fog szólni, hogy mi az, ami nincs, és mi az, ami van. Beszéltem egy öreg asszonnyal, és én úgy ítéltem meg, hogy ő rászoruló, ezért őneki is kiosztunk egy gépet, ami... Most így hirtelen azt tudom, hogy hol van. Na, majd megtalálom mindjárt. Ja, ott van. Igen, már tudom, hol van. Na, szóval, itt alul, itt van kettő számítógép, ez teljesen kész van. Jó, ez egyből kiosztható, de ezeket mondjuk a családoknak kéne.
Most éppen dolgozom ezen a vackon, ezt nem látjátok, ez is be fog kerülni egy üres házba, stb. De az az én bajom, hogy itt vannak az úgynevezett félkész házak, félkész gépek. Egyikbe sincs lemez. Kifogytam. Nincs több vinyóm. Nincs. Elfogyott. Itt van két darab vinyó. Ugye az egyik SSD, de már elég gáz, mindegy. Tehát van két vinyó, de mind a két eszköz tesztelésre való. És nem túlzottan tökéletes, tehát kiadni már nem kéne, mert annyira nincs jó állapotban. Tehát nincs egy darab vinyóm se. Olyan van, hogy satás, abból van kettő, de annyi bácertor van rajta, hogy ez a több munka lenne, hogy ez működjön rendesen, az nem vicces. Szóval kellene vinyó, ez az egyik. A másik, hogy van nekem tápom, és pont olyan típusú táp, ami nem jó. Nem jó! Hiába elég márkás csíftek táp, meg 450 watt, elvileg bőven, mózsna elég, elegendő lenne, azonban van vele egy hatalmas hiba, hogy újabb típusú. Igen. Ez nem jó ez a táp. Hibátlanul működik, de gyárilag nincs benne a plusz, nem, a mínusz 5 volt nincs benne. Tehát az egyik tű innen hiányzik. És az újabb számítógépeknek a mínusz 5 volt már nem kell. De az összes réginek, amivel dolgozom, meg igen. Tehát akkor az a táppal mit csináljak? Egy alaplapot nem indít el. Tehát ettől nem indul el egy alaplapom se. Elvileg a táp magától tudja a mínusz 5 voltot, csak gyárilag nincs belőle kihozva, és belerakva ebbe a tűbe itt az elején, úgyhogy nem jó. Tehát, tápom sincs. Csak ezek a modern, meg hatos tű van benne. Mit csináljak vele? Dugjam bele az integrált videokártyába, ami itt van? Vagy, na várjál, mutatok egy másik példát. Van nekem egy ilyen videokártyám. Ez egy PCI Express-es videokártya. Nem fogom tudni. Ez valami Ati Radio 66-66-66-60, nem tudom, akármi, nem tudom, de ráraktam egy kérdőjelet ide a hátuljára. Azt nem tudom, hogy látjátok? Ott van rajta egy ilyen kérdőjel. A kérdőjel azért van rajta, mert valamikor megy, valamikor nem. Azt még a régi gépemben próbáltam ki, hol jó, hol nem, a megbízhatóságtól nem messze van, hogy szörnyű. De nem ezért mutatom meg, hanem mert itt van a hátulján az a hatos luk, amit be kéne dugni. De most melyik ingyenes gépbe tegyek PCI Expressbe egy hatos powerrel ellátott ilyen nagyobb dolgot? Hát egyikbe sem megy bele. Tehát nincsen tápom, nincsen olyan videokártyám, tehát ez a legjobb példa a világon. Az ideális videokártya, ami PCI Expressbe szól, az ilyen. Tehát van alul egy ilyen PCI Express-es sín, nincsen benne power bemenet sehol, mert neki ekkora hűtő is elég. Olyan felbontást tud, hogy 1280-1024, és ön nagyon ne akarja vele játszani. De ez az ideális ide. Tehát ez a olyan lassú kártya, hogy nem jó semmire, cserébe viszont nem lehet túlhajtani, és elrontani se lehet. Ilyen videokártyám sincs. Nincsen tápom. Csak ezek a nagyon modernizék, ilyen minusz 5 volt nélküli régi alaplapgyilkosok. Nem tudom, az újaknak ez nem kell, ezért gyárilag nem teszik bele. Miért nem teszik bele? Nem fog vele meghajtani régit? Jó, igen, meg mély fájdalommal tudatom, meghalt az egyik DVD-olvasó. Bizony, a csávó egy igazi plextor. Bizony. És valószínűleg elszakadt benne az ékszi, tehát a gumi vagy valami ilyesmi. Az már nem működik. Úgyhogy most sírdogálás van. Ja, mert kaptam egy ilyen alaplapot, hogy Abit VH6-2. Jó régi, ez is ilyen télapós alaplap, ilyen nagy szakála van. Itt van. Ebbe viszont úgynevezett SD RAM kellene, amiben kettő vágás van. Azt mondják, hogy tök jól működik, meg minden, csak ehhez sincs tápom. Szóval olyan tápokra lenne szükségem, ami rövid. Itt látjuk a rövidet, tehát a plusz 4 mellé már nem fér bele, jó, mert rövid a csatlakozó.
és ha van hozzá kiegészítő, plusz 12 volt, az nem baj. Jó? Tehát ilyen tápok kellenének, meg vinyó. Mert ez egy darab sincs már. És ki tudnék osztani, ha most lenne tápom is, meg videókártyám, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gépet, de úgy, hogy ezt a csávot itt még bele se számoltam, mert ugye ez megy az üres házakba, ugye itt vannak az üres házak, erre talán emlékeztek, ez megy be az üres házakba, és még nem is meséltem a két új, de új, hát a két Dell gépről. Itt van mind a két rettenet, az egyiket úgy hívják, hogy hívják ezt a csávot, GX260, a másikat meg úgy hívják, hogy GX620, Optiplex 620-as, és mind a kettőből, hát a vinyó hiányzik, de nincs. Monitorom van izém, a monitorban is mennyi van, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab monitor van, úgyhogy ez a helyzet. Úgyhogy a kiosztás talán megy tovább, hogyha kapok mindent, ha nem kapok, akkor szünet van, akkor szünetelünk, jó? Na. Köszönöm, hogy néztétek ezt az adást, én meg megyek, összeszedem, amit lehet, összerakom, amit lehet. De azt nem rakom össze, amit nem lehet. Úgyhogy... Szóval köszönjük, hogy itt vagytok.